Az oszlopos alkotás klasszicizáló késői barokk trop stílusú. 1823-ban állították, és a magyar nyelvű felirat szerint 1882-ben újították föl. A Tolnai Szent Háromság szobor előtt állunk, amit a 1823-ban építettek. A 17.-18. században Európa lakosságát a járványok Pest is kolera sújtotta. Ezért a városi lakosság elkezdett Szentháromság szobrokat építeni a járványok elleni védekezésként. Tolnán is így tettek, 1823-ban épült fel ez a szobor. Rajta járványok, betegségek elleni védőszentekkel. Szentháromság szobor talapzatán Gáspár János látható az oltárnál, aki ennek a Szentháromság szobornak a létrehozója volt, plébános volt, és az ő segedelmével épült ez a Szentháromság szobor. Rajta latin felirat következőkkel, jámbor hódolattal a város lakóitól. Állítatott Gáspár János felügyelete alatt 1823-ban. A pillérnek további domborművei vannak. Szent György, a városvédő Szent György, keleti mezőben Xaveri Szent Ferenc, jezsuita szent, aki furcsa módon került ide, mert bár a missziós rendnek a szentje, tehát a missziók rendje, itt mégis érdekes módon a Pestis elleni védőszentként jelenik meg. A déli mezőben Szent Kristóf, az utazók és a hajósok védőszentjének a domborműve található. Pillérzet tetején széles párkányzat fut végig, és ebből emelkedik ki az obeliszk, és ezeken is nem dombormű, hanem már szobrok találhatók. Ezek is nagyon-nagyon érdekes szobrok, a svábság kedvelt szentjei, például Szent Sebestyén, aki a pestis és betegség elhárító szent, a Szent Vendel, aki viszont az állatok patrónusa és az állatbetegségek elleni szentként szerepel itt, Szent Donát és Passaui Szent Valentin. Szent Donát a villámcsapások elleni és jégkár elhárító szent, ami azért érdekes, mert Tolnát nagyon-nagyon sokszor érte ebben az időben, 17.-18. században villámcsapás, ki tudja miért, rengeteg tűzeset következett be a villámcsapás miatt. A Passaui Szent Valentin is nagyon-nagyon érdekes szent. Az egyetlen olyan szent, amit az egyház elfogadott szentként, bár szenté soha nem avatták, Passaui Szent Valentin. Ő is a svábság védőszentje, és ő az idegbetegség, epilepszia és mindenféle ilyen nyavajakor védőszentje. És hát az, hogy valójában miért került ide, ezt nem tudjuk. Minden esetre az egyház engedélyezte, és a Vatikán engedélyezte, hogy ezen a Szentháromság szobron szerepeljen az ő szobra. Az obeliszket virágfüzéres párkányzat taglalja, és a tetején a Szentháromság szobor csoportja. A Szentháromság szobrot sváb elnevezéssel Heilig Trájfáknak nevezik, és ez 1950-ig nem csak egy szép szobor volt, hanem a tolnai hitéletnek egy fontos állomása. Kétszer újították föl ezt a Szentháromság szobrot Tolnán. 1882-ben egy tolnai nagykereskedő segítségével ő finanszírozta, és 1982-ben az akkori városvezetés újítatta fel a szobrot. A Szentháromság szobor a 17. század óta állít emléket a tolnai emberek megpróbáltatásainak és Istenbe vetett hitének egyben.